Néhány napja kapta meg a létesítési engedélyt Paks 2 a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivataltól. A beruházáson dolgozó szakemberek még tavaly októberben nyújtották be az ehhez szükséges kérelmet. Az engedélyezési eljárás során a hatóság azt vizsgálta, hogy az ország ellátásbiztonsága szempontjából mennyire indokolta két új atomerőművi blokk megépítése. A most véget ért vizsgálat szerint Paks 2 az ország villamos energiatermelésének legnagyobb egysége lesz, és kiemelt szerepet játszik majd Magyarország karbonmentes energiatermelésében. A már a cég birtokában lévő létesítési engedély az egyik legfontosabb előfeltétele annak, hogy az új blokkok tényleges építése megkezdődhessen. Mitler István, Paks 2 kommunikációs igazgatója szerint a villamos létesítési engedély kiemelt jelentőségű. Az olyan fajsúlyos engedélyek közé tartozik, mint a környezetvédelmi vagy a telephelyengedély. Az építkezés tényleges megkezdéséhez még szükség lesz egy másik az Országos Atomenergia Hivatal által kiadott létesítési engedélyre is. Ezt is vizsgálat előzi meg, ami az új blokkok nukleáris biztonságával foglalkozik. Az ehhez szükséges kérelmet idén június 30-án nyújtották be Paks 2 munkatársai, az engedélyt pedig legkésőbb 2021 őszén adhatja ki a hatóság.